Tisztelettel köszöntöm valamennyi megjelent vendégünket, különös tisztelettel a RECC program keretében résztvevő partnertelepülések delegációi, de természetesen az előadókat, az érdeklődőket, a Vecsesi Képviselőtestület tagjai, többeket itt üdvözölhetek, és nagy öröm számomra, hogy ennyien eljöttek, és ennyi fiatal is eljött a mai napon, hiszen nem titkolt célja a városunknak, hogy próbáljuk a fiatalok fejébe elplantálni a megújuló energiák iránti elkötelezettséget és ennek fontosságára felhívni a figyelmet. De néhány szót Vecsésről szeretnék mondani is, mivel történelemtanár az első szakmám, bocsássák meg, egy kicsit mélyebbről fogom kezdeni, hiszen vannak külföldi vendégeink is. A Péter a lelkemre kötötte, hogy ne beszéljek túl sokat, megígérem, nem fogok túl sokat beszélni, de nagyon röviden azért Magyarország is Vecsés történetéről szeretném önöket tájékoztatni a bevezetőmben. Tehát nagyjából Magyarországról szerintem a külföldiek számára, ami érdekes és amit tudniuk kell feltétlenül, a magyar törzsek körülbelül 1500 éve vannak jelen itt a Kárpát-medencében. Az államalakulatot valamikor a 9. században a honfoglalás után szerveztük meg, és ami az európaiak előtt is különösen ismert, ugye a kalandozó hadjáratokra ebben az időszakban került sor. A magyar könnyű lovasokat ugye megismert egész Európa, aztán felkészültek rájuk, és a nehéz páncélzat és a nehéz fegyverzet bevezetésével aztán elejét vették a további, mondjuk így, hogy fosztogató hadjáratoknak. Ezek után Magyarország a 10. században, 1000-ben felvette a kereszténységet, és Szent István megalapította a keresztény magyar államot. A fejedelmi család gyakorlatilag kezdettől fogva, tehát a honfoglalás utáni időszaktól a Duna mentén foglalt helyet, tehát ez a terület, ahol most is vagyunk, ez mindig is lakott terület volt, legalábbis a honfoglalás utáni időszaktól igazolhatóan. Vecsés első okleveles említése az a 14. századra tehető, de például a szomszéd településünket úgy hívják, hogy Üllő, ő a fejedelmi család egyik tagjáról kapta a nevét, tehát ez a település. A Magyar Királyság ezek után beilleszkedett ugye a közép-európai nagyhatalmak sorába, és hát gyakorlatilag egészen a török megjelenéséig befolyásos nagyhatalmú királyság volt. Ez azzal is magyarázható, és az is igazolja ezt, hogy számos szentet választottak egyébként a magyar királyi család tagjai közül. Például az Áhni dóm, Áhni katedrális egyik mellék kápolnáját, azt Nagy Lajos király építette, és magyar szentek láthatók és találhatók benne. Nem messze van Szitárgelentől, át is mentünk megnézni, amikor ott voltunk. A török hódoltság időszakában az évszázados küzdelmek következtében gyakorlatilag kipusztult az Alföld és Délvidék, Dél-Magyarország, Kelet-Magyarország nagy része. 1541-től 1686-ig a fővárost is, tehát Budát is birtokolták a törökök, és ebben az időszakban aztán, illetve hát a török hódoltság közben is, után a Magyar Királyság a Habsburgok fennhatósága alá került, tehát a Magyar Királyság a Habsburg Birodalom részévé vált. A török elleni küzdelmet is csak így lehetett eredményesen lefolytatni, hogy a szétszakadt országrészeket, Erdélyt, a Magyar Királyságot, valamint a Habsburgokat kellett, illetve a Habsburgoknak kellett mozgósítani az európai erőket, a Szent Liga csapatai szabadították fel az országot. Innentől kezdődik a 18. századtól az újraépítkezés, azonban rettentően kiürült az ország. Ebben az időszakban két folyamat indult be, a belső migráció, tehát a szomszédos területekről az elnéptelenedett területek felé megindult a népességvándorlás, tehát a környező országokból szerbek, aztán románok, ruszinok, tótok telepedtek be, és természetesen a Habsburg király udvar tudatos telepítéseket is hajtott végre, ezt Mária Terézia és II. József kezdte meg. Vecsést 1786-ban alapították újra, tehát teljesen elpusztult a település, és gyakorlatilag 1786-ban Grassalkovich Antal herceg alapította újra. Innentől kezdve 50 telepes család, tehát 1986-ban 50 telepes család telepedett le Vecsésen. Térképünk van-e? Nincs. A Vecsésnek innentől nézve, hát hogy is mondjam, a területet nézve az észak-keleti területe, a főút környéke, ma is egyébként ott meghatározó
részben svábok és a svábok ősei laknak. Tehát elsőbben német telepesek jelentek meg, és aztán hamarosan beindult az élet, és őnekik köszönhetjük az ő szolgálatuknak, hogy ma itt vagyunk. Természetesen ez a város onnantól kezdve aztán dinamikusan fejlődött. A főváros közösségnek köszönhetően ugye az árubeszállítás mindig is jelentős mértékű volt, aztán az elmúlt 150 évben rendkívül sokan költöztek be Vecsésre, tehát ez a német többség ez ma már csak a faluban kézzelfogható, a város egészére nézve nem, de ma is meghatározza életünket a savanyúság és a savanyú káposzta, ezt mindenki ismeri egész Magyarországon, de talán még az ország határokon túl is kellett. Tehát mondjuk így, hogy a savanyúság és a savanyú káposzta ez egy komoly terméke Vecsésnek, ez egy olyan brand, amire tudunk támaszkodni. Egyébként pont most a hétvégén zajlott a Vecsési Káposzta Fesztivál, a 12. amely legalább 10 000 látogatót vonz a városunkban. A modernkori Vecsésről engedjék meg, hogy néhány szót mondjak. Tehát a 20. században aztán megindult a főváros iparosítása, rendkívül sok munkaerő kellett ehhez, és így Vecsés népesség száma is dinamikusan elkezdett emelkedni. Ma 21 000 lakója van a városunknak, és ez egyre nő. Az elmúlt 15 évben több mint 3000 honfitársunk keresett itt lakást magának, otthont, újra otthont, tehát egy dinamikusan fejlődő agglomerációs településé váltunk. Ez különösen az elmúlt 20 évben az úgynevezett rendszerváltozás után indul meg, tehát az 1989 és 90-es évek után dinamikusan megindul a fejlődés. Egyrészt a különféle nagyvállalatok és multinacionális cégek betelepülésével, másrészt pedig ugye hát a főváros közösségével magyarázható ez, és a reptér közösségével. Az elmúlt 20 évben sikerült teljesen kiépíteni Vecsésen a víz, a csatornahálózatot, a gázhálózatot. Ez azért fontos, mert nekünk ez a 80-as évek végén azért nem volt egyértelmű. És ugyanígy, ha az útja, az infrastruktúrális fejlesztéseknek tartunk, a város útjainak 80%-a ma már burkolt út, tehát ez mind komoly előrelépés ahhoz képest, hogy ezelőtt 20 évvel rengeteg sáros, poros utcánk volt, ami szinte közlekedhetetlen volt, és hát a városiak komfort érzetét nem nagyon növelte. És hát az elmúlt 10 évben aztán még nagyobb sebességre kapcsolt a válságig a fejlődés, megépült az úgynevezett business park, illetve a nagy logisztikai központok. Ennek köszönhető ennek a fejlesztésnek, hogy egyrészt elkészült az első különszinti csomópont, ami keresztezi a vasutat, mert Vecsést úgy kettészeli nagyjából fizikai értelemben a vasút, és 4 település részből 2 a vasút. Ezen az oldalában, ahol most vagyunk, 2 pedig a másik oldalon található. És rengeteg embert vonzott, és rengeteg fejlesztést. Ez természetesen a munkahelyek szempontjából nagyon jótékony hatással bír, másrészt pedig a város bevételére és gazdasági teljesítőképességére. Tehát ma már elmondhatjuk, hogy az agglomerációs települések között is, a kisebb városok között az első helyek között szereplünk, ez megmutatkozik a beruházásainkon is. Természetesen az Európai Uniós csatlakozás nagy mértékben segítette a város fejlesztését, hiszen az Európai Unió úgy gondolta, hogy infrastruktúrális fejlesztésekre is rengeteg pénzt áldoz és ad, és ezeknek a lehívásában Vecsés igyekezett az élen járni. Természetesen itt ugye önerőt is mindig kellett biztosítani, de nagyjából az elmúlt 7-8 évben olyan 3 milliárd forint összekerült ide Európai Uniós forrásokból. Ennek köszönhető számos intézménynek a megújítása és számos útnak a megépítése. Egyébként városunkban 4 általános iskola és egy gimnázium található, 4 óvodánk van, egy bölcsödénk, tehát az intézményhálózat is egészen nagy, illetve a szociális és egészségügyi intézményekkel együtt 16 intézményt számolhatunk össze. Az elmúlt rövid időszakban épültek meg, mondjuk így, hogy azok az intézmények és épületek, amelyek egy várost igazából várossá tesznek. Sajnos a II. Világháború Vecsésen is átment, és gyakorlatilag nem sok minden maradt a településből. Egyrészt a német csapatok robbantottak fel minden magaslati pontot, legyen az templom vagy kultúrház, vagy aztán utána pedig hát az oroszok gondoskodtak, hogy végképp ne maradjon semmi. És az elmúlt 50 évben újra kellett kezdeni. Egyébként ez jellemző egész Magyarországon, mindig újra kezdünk, mert
vagy a tatárok, vagy a törökök, vagy az oroszok, valakik mindig itt többet tartózkodnak, mint amit mi szeretnénk, de végül is aztán összefogással mindig előre tudunk haladni, és ennek köszönhető az is, hogy most itt tart az ország, és természetesen gondolom az Európai Uniós értékeknek és csatlakozásnak. És az Európai Uniós csatlakozás követően még egy fontos programról, a RESZ programról szeretnék néhány gondolatot mondani. Ahogy a bemutatóban is látták, igyekszünk a fiatalokat bevonni, egyik legnagyobb értéknek tartjuk, hogy ismerjék meg, lássák és tapasztalják meg. Hollandiából kaptunk egyébként komoly segítséget, hiszen ott oktatóprogram is van, és ezt próbáljuk egyébként mi is már kiszélesíteni, és illetve adoptálni, hogy a mi gyerekeink is tisztában legyenek ennek a fontosságával. A település elkötelezett ebben az irányban, próbáljuk a lehetőségeket kihasználni, a tudást megszerezni, hogy aztán tudjunk pályázni, mert erőből ez nem nagyon megy. Én a szomszédos települések polgármesterét is próbálom ebbe az ügybe bevonni, hogy ők is érdeklődjönek, mert igazából ezt közös beruházásokba tudnánk csak megvalósítani. Illetve hát nyilván a hulladékhasznosítás területén igyekszünk, és a környezetvédelem területén igyekszünk előrelépni. Nagyon nehéz, hozzáteszem, mert mindegyik úgy kezdődik, hogy nagyon sok pénzbe kerül, és aztán utána lesz meg ennek az eredménye. Hát én röviden ennyit szerettem volna mondani a bevezetőben, a megnyitóban. Kívánom, hogy további tapasztalatokat tudjon gyűjteni mindenki, és kívánom az előadóknak, hogy sikeresen zárják ezt a mai napot. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.